Egy vidámabb hangulatban beszélgetünk, vagy talán kettővel is, mint a bolgárok elleni meccs után. Mondhatnám akár azt is, hogy ami ott kimaradt, az itt bement, de nyilván azért ez kicsit sarkított. Mesélj, milyen volt ez a 3-1-es győzelem Bosznia-Hercegovina ellen? Tudatos volt, azt gondolom. Jól sikerült belemenni a mérkőzésbe. A játékosoknak azt mondtam, hogy a futballunk megvolt hozzá Bulgária ellen is, hogy nyerjünk. A hibákat ki kell javítani, és amennyiben azt ki fogjuk javítani, akkor nem fordult elő még egyszer az, hogy ennyi helyzetet kihagyunk. Nem is hagytunk. Nyilván a döntetlen nekik jó volt, ezt lehetett érezni, hogy nem is nagyon akartak följebb jönni. Amikor megpróbálták, akkor meg jól kibújtunk a pressingből, és akkor tudtunk veszélyeztetni. Úgyhogy jól alakult a mérkőzés nagy része. Volt egy időszak, amikor egy picit följebb jöttek, nyilván a gól az adott nekik egy lendületet, de aztán arra jól reagált a csapat, és sikerült ismét két gólos előnyt szerezni, amit aztán meg nyilván a végén már a szívünkkel, de sikerült megtartani, úgyhogy megvan a továbbjutás. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy amíg nem lett meg a harmadik gólod 2-1 után, izgultál, vagy azért láttad a srácokon, hogy nem lehet ma nagy baj? Nem izgultam, ezért cseréltem két csatárt, akartam, hogy a presszingünk fennmaradjon továbbra is, hogy ne tudják olyan könnyedén felívelgetni a labdát, és tudtam, hogy lesz mögöttük terület, tudtam, hogy egyszer el fogunk tudni menni, olyan minőségű játékosaink vannak előre felé is, akik tudnak gólt szerezni, ezt bizonyították is, úgyhogy izgulni nem izgultam, nyilván reagálni kellett rá. De ez volt meg a mögöttes tartalom, úgyhogy ők meg megtöltötték a valódi tartalommal. Mit mondta a srácoknak a meccs után, szabad erről valamit tudni? Azt, hogy a tudatossággal győztek, és azzal, hogy mi végig egyfajta objektivitást képviseltünk a stábommal, és akkor sem ijedtünk meg, amikor nem sikerült győzni Bulgária ellen, akkor is láttuk azt, hogy milyen futballra képesek, és hogy milyen dominancia volt a pályán. Természetesen láttuk a hibákat is, és olyan a kapcsolatunk velük, hogy ezt őszintén elmondjuk egymásnak, és erre nagyszerűen reagáltak. Úgyhogy ennyit mondtam nekik, hogy a munkájuk beérett, és az a fajta hozzáállás, amit produkálnak minden egyes mérkőzésen, amióta én látom őket, és együtt dolgozunk. Arra végtelenül büszke vagyok, mert nem volt egyetlen egy csapat sem, amióta együtt dolgozunk, hogy jobban akarta volna a győzelmet, mint mi, és mellé pedig, hogyha tudunk minőségi futballt produkálni, annak meg kimondottan örülök, és el is várom tőlük, hogy ezt megtegyék. Aztán ünnepeltetek is egy kicsit? Egy picit igen, olyan nagyot nem, nyilván, de azért az öltözőben nagyon jó volt a hangulat, ezt nagyszerű érzés átélni, azért ez mindig segíti a győzelem azt, hogyha egy csapat építkezése elindul, és aztán pedig megerősödik eredménnyel, úgyhogy ezt mindenképpen fel fogjuk használni a jövőben ahhoz, hogy tovább építsük a játékunkat az elitkörre. És mit mondanál magadnak, hiszen mégiscsak ez volt neked az első úgymond vizsgád szövetségi edzőként? Hát annyit mondanék magamnak, hogy az előkészületek, amennyit készültünk erre a táborra, közösen a stábommal, az nyilvánvalóan azért nagyban segítette azt a fajta munkát, amikor már gyakorlatban itt voltunk. Azért elég nagy előkészület van egy ilyen táborra, az ellenfelek feltérképezése, akár a saját játékunkkal való foglalkozás, akár az, hogy a kondicionális célokat hogyan érjük el, de mindenkinek a munkája benne van ebben. Én már mérkőzés előtt meg is köszöntem a stábomnak a munkáját, mert nagyon büszke vagyok arra, amit ők elvégeztek, ugyanis sikerült sérülés nélkül lehozni, minden egyes játékos készen állt az összes mérkőzésre, nem kellett azon gondolkoznom, hogy esetleg valakit azért hagyjak ki, mert nem annyira friss, vagy nem nincsen olyan állapotban a fiziósoktól elkezdve egészen az asszisztens edző, hogy mindenki kőkeményen beletette a munkáját, és igazából ez volt a tanulság, hogy lehet előre dolgozni, és kell is, de a legfontosabb az, hogy amikor itt vagyunk, akkor minőségben hogyan töltjük el az időt. És mit gondolsz a korosztályról, mire hivatott, be lehetett célozni akár az Európa-bajnokságot, úgyhogy nyilván még nem ismerjük a csoport ellenfeleket az elitkörben? Mindenképpen meg fogjuk célozni és meg fogjuk próbálni. Nyilván jót tett volna, hogyha csoport elsők vagyunk a sorsolást illetően, de ezen teljesen fölösleges már gondolkozni. Sikerült a továbbítás, ez volt a legfontosabb célunk, és azért magunk között van egy másfik is a játékosokkal, úgyhogy azon fogunk dolgozni, hogy azt is elérjük.